kiállítás résztvevőit Lón Zsuzsanna, Bonhader Nachrichten főszerkesztője köszöntötte beszédével, amely a Bonyhád újratelepítésének 300 éves évfordulója programsorozat egyik állomása. Ez egy kölcsönkiállítás, ami nagyon jó nekünk, mert ez bemutatja 19 táblán a magyarországi németek teljes történetét a 17. század elejétől, amikor is Németországból elindultak, és a világ legkülönbözőbb sarkaiba vándoroltak. Itt azokról van tehát szó, akik Magyarországra jöttek, egészen pontosan azokról, akik a sváb Törökországba jöttek, amely Dél-Magyarországon van a Dunántúlon, Tolna, Baranya és Somogy vármegyék területén, gyakorlatilag a kezdetektől számítva 300 évről van szó. A sváb Törökország elnevezés a németek szoros kötődését mutatja ahhoz a vidékhez, amelyet a 17. században Törökországnak hívtak. A magyar megnevezést fordították le németre, és tették hozzá a sváb jelzőt. 2 évvel ezelőtt ugyanúgy ünnepelt a 300. évfordulóját, mint most Bonyhád, amit szeretettel köszöntök minden bonyhádi embert, és minden olyat, aki ezt meg is ünnepli. A 9. generációs hajós is sváb származású alkotó elmondta, hogy az 50-es, 60-as években a magyarországi németek, svábok nem gyakorolhatták hagyományaikat és anyanyelvüket. Az életemet festettem meg tulajdonképpen, a gyermekkori valóságot, a 50-es, 60-as éveknek a sváb, hajósi sváb kultúráját. De amikor festek egy disznóvágást, és bocsásson meg, hogy egy pillanatra kitérek, vagy egy nyári cséplést, akkor vagy egy tánc motivumot, vagy koreográfiának egy kis apró szegletét, akkor elmondhatom azt, hogy ez tulajdonképpen az ország összes svábjának az eseményeit mutatja. Egy fonó is, ahogy már mondtam, egy cséplés, meg sok más esemény. Tehát ezek mind olyanok, hogy ezek egyformán zajlottak ugyanabban az időben, az 50 és 60-as években. Tehát amiket elhoztam az hajós svábságának, az 50-es és 60-as évek kultúrája, de van egy-két személyes dolog is. Tehát a sváb család például. Tulajdonképpen használok fekete-fehér fotókat, de ez nem jellemző. Umenhofer Pál nagyon fontosnak tartotta, hogy ezeket a szokásokat megfesse, hiszen egy-egy kép többet mond 1000 szónál. Nem volt szerencsés a sváb nyelvnek a gyakorlása, gondolom úgy hajósom, mint másut. Tehát az engem megrázott, és ezek nyomot hagynak az emberbe. Az anyukámmal, Kalocsám, ugye bőszoknyás néniként, kendős néniként, az anyukámmal egy kis 6 éves gyerek fogja a kezét az édesanyjának, ez én vagyok, és megyünk a főutcán, és az anyukám, mint ahogy otthon is, svábul megszólít, illetve beszél hozzám, és én svábul ő hozzá. Erre ott Kalocsán egy férfi azt mondja, Magyarországon vagyunk, itt nem beszélünk semmiféle sváb meg német nyelvet. Hát ez annyira nyomot hagyott bennem, annyira megrázott, hogy példátlan, komolyan. Hát szóval megalázni az anyámat. Tehát, és ez abszolút fölháborít engem, fölháborított. Most már túltettem magam. A jelenleg is kórházi kezelés alatt álló Umenhofer Pál a megnyitó alatt lett rosszul, és a mentők azonnal elszállították. Szerkesztőségünk mielőbbi teljes gyógyulást kíván. A több részből álló mozgó gyűjteményt az ulmi székhelyű Donau-Schwäbisches Museum, a Dunamenti Németek Központi Múzeuma bocsájtotta rendelkezésre, amelyben a bevándorlás, illetve a be- és letelepedés mozzanatait dolgozza fel. A teljes anyag március 28-áig tekinthető meg az intézmény emeleti kiállítótermében, ezt követően Horvátországban lesz látható.